Mint egy Michael Bay akciófilm. Forog mind a 9 kamera? Oké, oké. Sziasztok, ez itt a Kuldózernek a legújabb adása, és ezúttal most rajtam kívül két szemét is köszönhetünk az adásban, Buborék Leventét és Novák Tamást, az Egyetem TV operatőrét. Sziasztok! Amit azt a korábbi adásban is említettük, ma egy különleges témával fogunk foglalkozni, ami nem más, mint az operatőri szakma egy szakértőnek a társaságában, és rögtön bele is vágnék akkor a beszélgetésbe. Fogunk hozni példákat, filmes példákat, akár reklám példákra is fog sor kerülni, sorozatokból is akár, és először egy kicsit személyesebb kérdéssel nyitnám ezt az egészet, hogy neked mi volt az, ami megfogott az operatőri szakmában? Hát legelőször, ahogy az lenni szokás, kb. 8 éves lehettem, amikor megkaptam életem első fényképezőgépét, és hát maga az a világ, hogy egy kattintással megörökíthetjük az adott pillanatot. Ennek már volt egy olyan varázsa, ami valamit elindított bennem. Aztán később pedig maga a mozgókép és a mozgóképnek a varázsa volt az, ami egy másik dimenzióba repített tulajdonképpen, amikor rájöttem, hogy az időből ki tudunk ragadni egy-egy jelenetet, és azt végtelenszer meg tudjuk ismételni. És azt a hangulatot visszaadni, hát ez aztán már később jött, hogy viszont egy adott pillanatot kiragadni az időből, és azt úgy visszaadni, na az már az operatőri munkának egy része. És akkor ez szépen fokozatosan, ahogy filmeket néztem, lényegében láttam azt, hogy milyen csoda történik a mozivásznon, az indított el bennem valamit, és akkor a többi már történelem, ahogy mondani szokás. És egyébként tehát az operatőri munkát, azt mikor még egy filmet megnéztél, azt először úgy, az kellett valamifajta utánolvasottság, vagy már magadtól is észreveted azokat a jellegeket, ami még egy operatőri munkában dicsérendő, vagy mondjuk kevésbé? Én úgy gondolom, hogy az első filmek egyike, amit moziban láttam, akkor hagyd mondjak egy példát, az Indiana Jones első része volt. Ott már bennem történt valami olyan, hogy ez egyfajta, mai szóval éve egy módosult tudatállapotot hozott bennem elő. Ami azt jelenti, hogy én ülök egy fotelben a moziban, nézem a vásznat, és közben meg történik velem valami olyasmi, hogy kiragadom tulajdonképpen a szellememet, és már ott vagyok a dzsungel közepében, és már rohanok Indiana Jones mögött, és már üldöznek, és tulajdonképpen már kezdetét veszi egy kaland, miközben a fizikai testem az ott van a moziban, tehát ott van a székben. Tehát ott már valami elindult bennem, én úgy gondolom, hogy szerintem ott kezdődhetett igazán, és aztán később, ahogy gyarapodtak az ismereteim, egyre több filmet néztem, akkor tudatosult ez bennem, hogy hát igen, itt nagyon sok tényező van a mögött, hogy működik-e egy film, vagy nem működik, hogy az első pillanatban megfog, és behúz, magával ragad. Na és akkor ezt a mozivarázsát kezdtem én el valahogy egy picit tudatosan keresni, és úgy építgetni magamban, és eljutottam odáig, hogy hát bizony az operatőri munkán azért nagyon-nagyon sok múlik. Igen, és úgy ez a rendező és operatőri együttműködés egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mondott, hogy milyen összetett dolog egy operatőri munka is, de sokszor azt látjuk, vagy vannak példák arra is, hogy igenis az operatőrnek nagyon nagy szüksége van arra, hogy legyen ott mellette egy rendező, aki instrukciókat ad neki, de valamikor meg azt látjuk, mint a teljesen máshonnan jöttek volna, és teljesen más koncepcióval ültek volna neki a film forgatásának. Ez például Michael Bay-nek a Six Underground, egy tökéletes példa erre, hogy ott az operatőri munka egyszerűen bravúros, dramaturgiai szempontból, meg narratív szempontból, meg akár a színészeknek a instruálása szempontjából, meg katasztrofális az a film. De nem tudom, Levi, én nem akarok nagyon interjú erbe átmenni, de arra kíváncsi vagyok, hogy neked például az operatőrség, vagy maga a kamera használat a filmeknél mennyire fogott meg, mikor
filmeket fogyasztasz. Igen, vagy mennyire tudatos ez benned például, amikor leülsz egy film elé, hogy figyeled az operatőri munkát is? Nekem általában ez így nem szokott, mert amikor így leülök filmet nézni, akkor nekem nagyon az egész így mindennel együtt jön, és nem fordítok külön figyelmet, de egyébként akkor, amikor konkrétan úgy ülök le, hogy na most akkor megnézem, hogy mi fánterem a dió, akkor nyilván akkor látom jobban, tehát akkor sokkal jobban átjön, de úgy alapvetően külön, hogyha csak így leülök nézni egy filmet, akkor ha nem fókuszálok rá, és mondjuk nem, nyilván mondjuk nagyon rossz az operatőri munka, akkor az fel tud tűnni, hogyha valami nem stimmel, viszont egyébként pedig, hogyha, de nyilván azért valahol ez is a cél, gondolom, hogy ne tűnjön fel, hanem csak így vigyen az egész. Így van, ugyanakkor, ha mondjuk belefut az ember egy-egy olyan jelenetbe, ami nem tudja igazából megmagyarázni, hogy miért, de valahogy úgy olyan zavaró. És akkor rájön, hogy például indokolatlan kézikamera használat. Belefutottatok már ilyenbe? Igen. Biztosan. Amikor meg lehetett volna oldani egy jelenetet rendesen, mondjuk fártkocsival, vagy egyéb megoldásokkal, amikor szépen lassan úszik a kamera, de ehelyett azt a megoldást választották, hogy mondjuk kézikamerával gyorsan vegyük föl. Ez alól mondjuk kivétel az a found footage filmek. Így ugye van, ott, amik különösen van, erre épülnek. Ott indokolt. Például a Cloverfieldnek az első része, amit konkrétan egy ilyen amatőr felvételnek van meg, tehát annak szimulálják. Így van, és így van. Pont jól és éppen ezért használták ezt a megoldást. Igen. De van, ahol tényleg, mint az Éhezők viadalánál tapasztaltam ezt az első egy-két részén, amik amúgy alapvetően jó filmek, de ott számtalan jelenetnél volt az indokolatlan kamerarángatás. Így van, így van. Na ugyanakkor, ha már erről beszélünk, akkor szerintetek hol van létjogosultsága a kézikamera használatnak? Milyen szituációkban? Mondok egy példát. Gladiátor, és ott a harci jelenetek például. Ott mindenképp jól működik. Ugye? Vagy? Ugye ott működik. Éppen azért, mert egészen be tud menni a néző, ugye, a kamera szemével a harc jelenet teljes közepébe, és jobban tud azonosulni. Tehát nyilván ennek vannak technikai oka is, de egy kézikamera használatnál valahogy jobban azonosulsz, benne vagy a, mondom, magában a vérengzés. Hát jobban átéled. Csata, jobban átéled. Igen. Így van. Tehát vannak olyan megoldások, illetve olyan helyzetek, amikor indokolt a kézikamera használata. Vagy éppen olyan helyzetben is, amikor másképp nem tudják a filmkészítők megoldani azt az adott jelenetet. Például csak kézikamerával, mert például egy olyan nagyon szűk terület, egy szűk kis területre kell bemenni kamerával, és akkor ilyenkor ezt a megoldást választják. Bár egyébként arra már láttam példát, hogy egy viszonylag szűk területen forgattak, de mondjuk egy alagútba, és akkor egyértelműen érződ, hogy ez egy sinem fut a kamera, nem? Tehát igen. Azért már arra is vannak megoldások. Az elegánsabb megoldás, igen. És nyilván időigényesebb. Igényesebb, az igen, biztos. Igen. Tehát azért az elmondható, hogy mondjuk egy kézikamerás filmfelvétel, amiben még sokkal több a kézikamera, az hosszabb ideig tart fölvenni, rögzíteni is, és megcsinálni? Nem feltétlenül. Ez az adott szituációtól függ meg, hogy mennyire összetett jelenetről van szó. Ugye nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy általában egy szcénát, az több snitből vesznek föl, több kamerállásból, több plánból, ebből tevődik össze aztán. Tehát van olyan, hogy egy mondjuk egy 30 másodperces jelenet, az körülbelül egy olyan 8-10-15 snitből áll össze. Ez azt jelenti, hogy fölveszik egyszer egy adott kamerállásból, azt bevilágítják. Oké, leállnak,
átvilágítanak, áthelyezik a kamerát, vagy a kamerákat, akkor megint fölveszik. És ugyanezt eljátszák rengetegféle szögből, és nyilván ez azt jelenti, hogy egy 30 másodperces valós időben játszódó jelenetet, az körülbelül átlagban, amit mondja, 2-3 nap vagy egy hétig vesznek föl éppen emiatt. Én ugye erre egy ékes példa, mint rendező szerintem a Paul Greengrass Bond filmjeivel. Őnek számtalan ilyen vágás van egy akciójelenetében. Ugye az akciójelenetek alapból sok vágásból állnak így össze, van, de nála szerintem ez egy határozott. Így van, tehát a képi dinamika miatt pláne egy akciófilmben az kiemelt fontosságú, és nyilván ilyenkor nem lehet ilyen Tarbéla-féle hosszú beállításokkal szépen operálni, vagy ugye Tarbélára jellemző egyrészt, hogy ő jegyzi az egyik leghosszabb mozifilm kategóriáját, tehát a Sátán tangó című film. Hát az 8 óra talán, vagy 7 óra valami olyan? Valamivel több, mint 7 óra talán, igen. Na ott, hogyha nem tudom, hogy láttátok-e a filmet, ott például nagyon jellemző az a kamera használat, hogy ott lerakják a kamerát egy adott pontra, és körülbelül megy 15 percig, tehát úgy, hogy álló pozícióban, nem mozdul semmi, és akkor mondjuk a szereplők azok meg csak mennek az esőben, sétálnak. De nyilván ennek is oka van, hogy miért ezt a képi kifejező eszközt használta a rendező, nyilván, hogy mit akart ezzel kifejezni, milyen szimbolikát akart belevinni például az adott jelenetbe. De például ugyanez egy akciófilmnél nem működne. Nem valószínű. Sokan nehezebb megvalósítani. Nem valószínű. Így van. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek mitől működik egy film? Hogy ez egy elég átfogó kérdés. Igen. Tehát amikor leültök a tévé elé vagy a moziban, megnéztek egy filmet, és amikor fölálltok, akkor mitől érzitek azt, hogy ez most jó volt, és működött minden benne, és tetszett? Vagy egyszerűen valami nem állt össze? Tehát melyek azok a tényezők szerintetek? Levente? Hát nyilván ezt nagyon sokféle szempontból meg lehet közelíteni. Hát nyilván... Egyrészt ugye a szereplők, mondjuk a főszereplő, hogy az mennyire... Maguk a színészek, erre gondolsz? Nem feltétlenül, egyébként az is van, amikor tud számítani, de hogy konkrétan, hogy meg van írva a karakter, hogy bármennyire tudsz-e azonosulni velük, vagy hogy szimpatikus-e, vagy hogy ezek hogy működnek, vagy hát nyilván a másik szempontból, hogyha unszimpatikus mondjuk a főgonosz, és akkor hogy ezek mennyire jönnek, aztán nyilván a hangulat, az egész, mondjuk például, nem tudom, a keresztapa filmeknek a hangulatát például, de én ezt... Na, nagyon, az mitől működött szerintetek a keresztapa filmek? Hát annyira szépen meg volt oldva, hogy egyrészt ugye nyilván hozta a korban azt, ugye a jellemző, tehát nyilvánvalóan az ilyen 50-es évek elejé. Ilyen, tehát a korhangulatát. A korhangulat, díszletek. Díszletek például, ugye? Egyrészt, meg hát úgy nem is tudom, ez tényleg egy érdekes. Nem, szerintem én nem ezt úgy foglalnám össze rövidebben, hogy a filmkészítőinek a szoros együttműködése, a rendezőtől kezdve, a zeneszerzőn keresztül, a vágótól, az operatőrön, ezek mind szorosan együttműködnek, akkor működik egy film igazán, és nehéz így kiemelni konkrétan, hogy mitől működik egy film, hogy hát a rendezés miatt. Persze, igen, de hogy az szorosan kapcsolódik, ha a rendezés működik, akkor jó esetben az operatőri munka is. Remélhetőleg, igen, így van. Tehát így ezek van. Nagyon nehezen választhatók el egymástól. Meg a rendező jól tudja instruálni a színészeit például. Igen. Tehát a kommunikáció az így van. A zeneszerző egy olyan hangulatú
zenét szerez ahhoz az adott filmhez, ami oda éppen illeszkedik. És itt jön az a dilemma egyébként, sokszor, hogy sok-sok tényező, vannak igen. rendezők, akik nagyon ragaszkodnak az ő szerzőiségéhez. Hogy ők, ugye ennek megvan az előnye, a szerzői filmek jók, ha vannak. De éppen ezért van sokszor, hogy nem szólhat bele senki, a stúdió sem akár, ami bizonyos foknál már problematikus, lásd Disney például, vagy a Marvel. Tehát, hogy amikor már túlzottan meghatározva a stúdió, de szerintem át lehet esni a ló túloldalára is, amikor a rendező túlzottan a saját feje után megy, és ez kihatással van akár itt az előbb felsorolt titulusokra is. Igen, így gondolom, hogyha a rendező nem enged abszolút beleszólást az ő elképzelésébe, ez jól is elsülhet, mert igen. erre is láttunk már példát, de ugyanakkor meg ez egy csapatmunka. Most hagyd mondjak erre egy példát, ami eszembe jutott. Néhány évvel ezelőtt, ugye itt Szegeden rendezik meg a Zsigmond Vilmos Filmfesztivált, és mi ellátogattunk oda, készítettünk néhány interjút a résztvevőkkel, és az egyik meghívott zsűri tag, az a Brit Operatőrök Társaságának az elnöke volt, és lehetett tőle kérdezni a kis előadása végén, és azt kérdeztük tőle, hogy szerintem mitől működik egy film. Picit gondolkodott, és ő azt a választ adta, hogy két tényező. Az egyik, az a forgatókönyv. Ezzel egyetértünk, hogy ha egy forgatókönyv nincs jól megírva, akkor hát olyan nagyon sok mindent már nem tudok. Mondjuk a zsánertől is fog. Tehát mondjuk egy akciófilmnél nincs olyan penge forgatókönyv, el tudom nézni. Így van, ezt oké. Okay. Tehát valahol ezt lehet, hogy lehet dicsérni a színészi munkát, próbálták megmenteni a filmet, igen. stb. Jó, kiváló operatőri munka, oké, okay, de azért érezzük, hogyha hiányosságokat szenved egy forgatókönyv, akkor arra nehéz építeni. És a másik tényező pedig azt mondta ez a híres operatőr, hogy a preparation, vagyis az előkészítés. És ez nagyon igaz, nagyon igaz. Hogyha alapul veszünk egy nagy költségvetésű filmet, akkor ott ugye tudjuk, hogy rengeteg ember dolgozik. Amikor az első csapó megtörténik, azelőtt már sokszor hónapokkal vagy évekkel ezelőtt már egy csapat el, vagy több csapat elkezd dolgozni a díszleteken, csiszolgatják a forgatókönyvet, előkészítik a helyszíneket például, nagyon fontos kiemelni a világosítók dolgát, ugye? Tehát nagyon sok apró kis részletből tevődik össze maga az egység. És ebben nagyon igaza van, hogy amikor már a felvételre kerül sor az adott jelenetnek a felvételére, akkor már mindenki csak a maga feladatával tud foglalkozni, tehát például a színészek már beállnak a jelbe, ezt úgy mondják, mert már kijelölték nekik, hogy egy ilyen kis X-el, hogy nekik majd hova kell állniuk, és mi legyen a nézés irány, és nekik már csak ezzel kell foglalkozni. A világosítók már előre, jóval előtte bevilágosítják azt az adott helyszínt úgy, ahogyan a rendező elvárja tőlük. És akkor itt jön az a dolog, hogy a szoros összefonódás tulajdonképpen a rendező. Hát a hierarchia is. Így van, a hierarchia is, mert ugye a rendező mégiscsak valahol az első számú ember egy filmes csapatban, aki tulajdonképpen az irányát meghatározza annak a produkciónak, amit majd szeretne viszont látni. De ugyanakkor, itt említettük, hogy mennyire szoros összefüggés van a rendező és a többi munkatárs között, például a rendező és az operatőr mennyire szorosan együttműködve tudnak csak igazán használható produkciót letenni az asztalra. Nagyon fontos egyébként, hogy ez a fajta, nevezzük ezt talán művészi összhangnak, ami a rendező és az operatőr között zajlik, ugyanis amikor egy rendező megkap egy forgatókönyvet, akkor neki már a fejében már kezd kirajzolódni valamiféle kép. Tehát ő már vizuálisan is kezd építkezni. Egyébként hasonlóan az operatőrhöz, akinek meg csak ez a feladata, hogy... Mindenkinek van egy saját víziója. Pontosan, tehát hogy jelenetről jelenetre felépítsenek egy adott vizualitást ahhoz az adott kívánt jelenethez. Na most ehhez például nagy segítség a storyboard, vagy a rajzos storyboardnak a megléte. Ezt annak idején többek között Spielberg kezdte el, ha jól tudom, használni. Tehát, hogy jelenetről jelenetre egy ilyen kis skiccet, egy vázlatot készített, akár ő is, vagy akár volt egy külön csapata, és ott az tartalmazta a technikai háttereket is, hogy milyen világítást használnak, milyen szögből, stb. Na és ezt próbálják meg együttes erővel a rendező, az operatőr és mondjuk a világosító csapat
mert nagyon fontos ez is, összehangolni. Nekem itt egyébként, ami még megfogott, az az operatőr és a fővilágosító közötti összhang, hogy így itt ki mondja meg kinek, hogy ki hogy világítson, vagy ki hogy kamerázzon, mert egyrészt ugye a fényképezés ez nagyon fontos az, hogy hogyan van fényelve az adott jelenet. Tehát itt van egyfajta hierarchia közöttük, vagy itt inkább A standard az az, hogy maga a fővilágosító, ő kreatív ötletekkel nem kell, hogy szolgáljon, hiszen az leginkább az operatőr dolga, illetve hát a rendező és az operatőr. Na most itt igazából nem is igazán tennék különbséget ebben a szegmensben. És itt a forgatókönyvíró már nincs is ott? Hogyha mondjuk egy másik ember írja a forgatókönyvet, ő majd el van felejtve, és csak is ott már tulajdonképpen nézve. Igen, aha. Csak ott már minimális változtatásokra van lehetőség, nyilván, de ott már a forgatókönyv az már adott. Tehát kétféle forgatókönyv létezik, van egy irodalmi és egy technikai forgatókönyv, és ha most csak a technikai forgatókönyvre fókuszálunk, ott elvileg precízen minden, de tényleg minden le van írva, hova kerülnek a díszletek, milyen világosítást használunk, milyen kameratípusokat, milyen fényeket. Igazából ebből dolgoznak azok a szakemberek, akik majd a vizualitásért felelősek, tehát a díszlettervezők, jelmeztervezők, az operatőrök, a világosítók, tehát ezt veszik alapul. És aztán szépen ebből készül valami egységes produkció jobb esetben. Még összejöttünk egy-két kérdést, nem tudom, Levi, azok közül van-e, amit még így feltennél? Én most vagy akár azon gondolkoztam igazából, hogy mondjuk te ugye dolgozol így tévés körülmények között, és ugye konkrétan filmeken is. És hogy mondjuk hát nem nincs... Túlzása, igen. Hát nem is igaz. És hogy mondjuk én azon gondolkoztam, hogy ha rendelkezésed lenne, tehát hogyha mondjuk meg lenne a lehetőség az, hogy egymás után több filmet mondjuk leforgass, vagy hogy tévében van is saját műsorod. Igen, ez viszont igaz. Mindenkinek meg lehet tekinteni. És hogy mondjuk, hogyha ugye forgatnál filmeket, akkor hogy így utána lenne egy olyan pont, hogy így lenne kedved visszajönni, konkrétan egy tévéműsort? Vagy hogy ez nem jelent egy olyan plusz kreatív... Nem kizáró tényező. Tehát én inkább azt mondom, hogy tehát külön kell választani a filmkészítést, tehát ami nagyvászonra készül, egész estés mozifilm, és meg kell különböztetni televíziózást, de ezen belül is vannak olyan szegmensek, hogy például reklámfilmkészítés, megint csak egy külön műfaj, videóklip készítés. Nagyon sok rendező például videóklip készítéssel kezdte a pályáját, ugye néhány név, David Fincher például, aztán Michael Bay például, ő is maradhatott rendezett. Maradhatott volna is, ott abban lehet, hogy tök jó lett volna. Igen, tehát így már érthető, ha összekapcsoljuk a reklámfilmes múltjával, igen, hogy ilyen reklámfilmszerű, meg videóklipszerű filmeket rendez, tisztelet a kivételnek, mert igen, ilyen filmjét is láttunk van már. Van neki sziklája is azért, hogy megemlítsünk. Így van, vannak jó példák, igen. Vannak jó példák. De például most akkor említettem David Finchert. Ő rendezte, hát az egyik kedvenc filmem tőle például a Harcosok klubja. Ugye ez egy arról beszéltünk film, is mikorában. Így van. Ugyanakkor ő rendezte George Michaelnak a Freedom című klipjét. Tényleg? Tudtátok? Ha azt a képi világot megnézzük, és párhuzamot vonunk a Harcosok klubjával, néhány jelenetével, érdemes megnézni, ugyanaz a képi világ köszön vissza sok esetben. David Fincherrel akkor most egy néhány mondat. David Fincher az a rendező, úgy hírlik, aki nagyon precíz, és ő nem igazán enged beleszólást az ő munkájába. Igen, ezt el tudom hinni. Tehát nála előfordulhat az például, hogy egy olyan jelenet, amikor a főhős fog egy poharat, és megissza a benne található vizet, az hajlandó, ő akár képes 40-szer is újra venni. Nem biztos, hogy ettől ugyan jobb lesz a produkció, de ami az ő fejében megszületett, az a vízió, addig ismételgeti, amíg az tökéletesen olyan nem lesz, mint amit ő elképzelt. Én erre
pont a legutóbbi filmét hoznám például, akkor pont ezt láttam, hogy nagyon maximalistaként dolgozott rajta, díszletek, operatőri munka, tökéletes, filmtechnikailag remekül megkoreografált film a Menk, viszont azt éreztem, hogy pont ez elnyomta azt a narratív, dramaturgiai haladást. Elvész a részletekben egy picit, igen, talán. Igen, kicsit ezt láttam ennél a filmnél. És talán pont a forgatókönyvírónak, aki ugye az édesapja, vagy ő írta a történetet, ugye már valahogy mint a nem adott volna akkor a teret. Vagy lehet, hogy ő nem akart pont az édesapja tiszteletére nagyon beleszólni, és lehet, hogy egyébként a forgatókönyve pont, hogy bele lehetett volna kötni. Tehát, hogy ott látszott, hogy ez az ő kettejük is projektje, és a többiben csinálja azt, amit ők mondanak. Igen, én azért nem mondok erre a munkamódszerre semmi jót vagy rosszat, mert azért láttuk, hogy hát erre van jó példát. Csak David Fincher kapcsán. Igen, az ő kapcsán, hogy abszolút precíz és maximalista rendező. Míg például eszembe jut a másik oldal, Clint Eastwood. Vagy aki, Christopher Nolan nekem. Vagy Christopher Nolan. Igen, hasonlóan abszolút részletekben gondolkodik ő is. Oké, működnek a filmjei, szó se róla, tökéletesen megkomponált filmekről van szó. De ott van a másik példa, Clint Eastwood, aki most idén már 91 éves. És jön az új filmje össze. Így van. Az ő főszereplésével és rendezésével. Ő ugye legtöbbször rendezőként is közreműködik. És az ő munkamódszere pedig éppen olyan, hogy hát akkor próbáljuk el ezt a jelenetet, még nem megy a kamera, illetve lehet, hogy megy a kamera, nem baj, de ez még csak próba, nézzük. Fölveszik a jelenetet, és több mint valószínű, hogy az a bizonyos próba jelenet kerül majd be a filmbe. Tehát ő, hogy ő hagyja szabadon dolgozni az ő színészeit, tehát ő nem a forgatókönyv szó szerinti betartása, és nem a milliméter pontosan kivitelezett szcénáknak a megalkotása ott a fő cél, hanem inkább az, hogy működjön az a jelenet. Tehát, hogy legyen benne élet, a természetesség. Spontaneitás. Így van, igen. Így van. Mert egyébként valljuk be, ezt televíziósként tudom, hogy addig, amíg nem megy a kamera, addig például a mi műsorainkban is, amíg nem megy a kamera, akkor a vendégek teljesen felszabadultan el tudnak lazulni, elbeszélgetnek a műsorvezetővel, teljesen jó, és akkor én szólok rendezőként, hogy oké, indul a felvétel, onnantól kezdve picit lebordulnak. És itt karonnyeltebbek lesznek. Igen, igen, úristen, itt most mennek a kamerák. Az a fajta természetesség, tisztelet a kivételnek, az elvész ebben, és akkor már egy pici ilyen mesterkértség van benne. Mondom, tisztelet a kivételnek, ez emberre válogatja. De valahol a színészeknél is ez a fajta természetesség, ez általában úgy működik, hogyha szabad teret ad a színészeinek a rendező. Tehát egy picit ez az improvizatív, lazább jelleg, ez általában azért jót tesz a produkciónak. Hát természetesebb. Az egésznek a hangulatát is azért javítja, hogy a színészeknek is például, tehát én nyilván nem vagyok ebben benne, de hogy azt gondolom, hogy amikor ilyen lazább az egész környezet, ahol tudnak dolgozni, akkor nem feltétlenül minden esetben, meg gondolom ezt is színésze válogatja, de hogy azért alapvetően úgy, ha kedvesebb a környezet, és akkor jobb eredményt lehet így akár van, elérni. És akkor mondjuk ezért is van az, hogy bizonyos rendezők szeretnek bizonyos színészekkel dolgozni, ugye eszembe jött Leonardo DiCaprio például. Hát aki Scorsese-vel akár. Scorsese-vel szintén most zajlik, ha jól igen, tudom, egy közös produkciójuk. Igen. De számtalan ilyen rendező-színész párost tudunk mondani, akiknél egészen jól működik ez a fajta kommunikáció. Nem véletlen. Egyébként az sem véletlen, hogy bizonyos rendezők a saját operatőrükkel dolgoznak szívesen. Christopher Nolannek például. Most lett egy váltás ugye Nemrégiben lett egy váltás. A csillagok közöttnél, azt hiszem, azt már más fényképezte én. A csillagok közöttet. Azt már nem a Pfister vette. Már a Hoyta van igen. Hoytema igen. Fényképezte, és azóta minden filmjét ő fényképez. És nincs minőségi különbség egyáltalán, én úgy veszem észre. Nincs, az előző is, Wally Pfister, nevezzük nevén, nagyon kiváló operatőr igen. volt, illetve hát a mai napig az. Elég csak ugye a Batman filmekre gondolni, aztán ott van a tökéletes trükk, és hát még sorolhatnánk, hogy operatőrileg, hát lélegzett elállítóan kiváló munkát végzett. De aztán jött egy váltás, és ugyanazt a minőséget hozta egyébként az új operatőr is. És ő egyébként az, aki most az operatőre, annyira nem is volt az ilyen nagy látványfilmekhez szokva. Nem feltétlenül. Tudom. És mégis.
Így van, tehát Hojta van Hojtéma, ha jól ejtem a nevét, hazájában kisebb filmekben vett részt, és aztán egyszer csak Hollywoodba került, és ott találta magát Christopher Nolan csapatában. Az ő hitvallása, az ő filozófiája az, hogy a mozivásznon lehetőleg minél kevesebb CGI, tehát komputer által generált kép fusson, és minél inkább a természetesség köszönjön vissza a nagyvásznon. Na most Christopher Nolannek pedig ugyanez a filozófiája, olyannyira, hogy ő egyébként ragaszkodik mai napig az analóg nyersanyaghoz. Majd itt mutatok is képeket, méghozzá IMAX kamerával. Na most az IMAX kameráról azt kell tudni, hogy jelen pillanatban... Image maximum. Így van, az a legnagyobb formátum, tehát ugye 35 mm-esnél is nagyobb képformátum. Körülbelül 50 kiló maga a kamera. Itt is van ez a nagy monstrum. De ezt kézi kamerával nem is lehet használni. De lehet, ők legalábbis megoldották. De majd itt látunk példát is, hogy éppen az operatőrnek a vállán van ez a bizonyos kamera. Körülbelül 20 percig tart befűzni a filmet egy ilyen kamerába, és 2 percet tud egyidejűleg rögzíteni. Cserébe viszont, tehát a ma elérhető legjobb képminőséget produkálja. Itt láthatjuk egyébként, hogy milyen kamerákat használnak még általában, tehát legfelül az IMAX, aztán van a 35 mm-es film, általában ez a Panavision, vagy Arri, és alul pedig már a digitális, hát itt már az Arri, Panavision, Red és hasonló kamerák is képbe kerülnek. Christopher Nolanre is jellemző, hogy ő is csak analóg nyersanyagra dolgozik. Ő is javasolja azt, hogy a filmeket azt érdemes nagyvásznon moziban nézni. Ugyanis ott jönnek elő azok a részletek, amiket a rendező odaálmodott. Hát igen, ez egy külön témát érdemel a Nolan és a streaming közötti viszony. Bizony. Aztán most belemehetnénk abba, hogy a végeredmény érdekében milyen optikákat használtak, milyen fényforrásokat használtak. Ezek mind-mind olyan tényezők, amik bizony befolyásolják a végeredményt. Nolannél, bocsánat, csak annyi, hogy Nolannél a természetes fény használatára hagyakszik inkább, vagy Nem feltétlenül. Egy példát hagy hozzak, ha már a természetes fényről volt szó. A Visszatérő című filmnél, aminek ugye Emmanuel Lubezki volt az operatőre, és ezért megkapta élete harmadik Oscar-díját. Na, ők az a csapat volt az, aki elhatározta, hogy kizárólag a teljes film felvétele alatt kizárólag természetes fényt fognak használni. Ez azt jelenti, hogy a reggeli beszűrődő, fák közül beszűrődő napfényt például gyakran használták, és hát közel másfél évig elhúzódott a forgatás, éppen azért, mert az a terület, az a sziget, ahol forgattak, elmosta az árvíz, a díszleteket tönkretette a vihar, stb. De ott szándékosan nem használtak műfényt, hanem kizárólag természetes fényt, és hát meg kell nézni a végeredményt, hogy milyen lett. Rengeteg munka van benne. Nagyon jól sikerült ilyen szempontból az kiváló, a film. Kiváló. És nálam érdekes, hogy az annál a filmnél volt az, amikor szándékosan nem néztem meg előre, hogy milyen technikával készült a film, moziban megnéztem, és azt mondtam, hogy ha ez most digitális nyersanyagra készült, akkor már eljött az a szint, amikor már nem lehet megkülönböztetni az analógot a digitálistól, mert volt a szakmán belül egyfajta kétség egy ideig afelől, hogy akkor most, ha digitális nyersanyagra forgatunk, akkor az elvesz valamit a filmből. Bizonyára volt, ahol kiütközött ez a különbség. Kezdetben volt. Igen, amikor még a technika nem állt olyan szinten, de ez is folyamatosan fejlődött. Jártam nemrégiben Pesten egy operatőrmesterkurzuson, ahol egy magyar származású, de Amerikában élő és dolgozó operatőr tartotta az előadást, és hát ő beszélt többek között ennek a fejlődéséről, tehát a kameramozgató rendszerek, kameráknak a fejlődéséről, és azt mondta, hogy hát ma már szinte kivétel nélkül digitális kamerával forgatnak. Kivételt képeznek az olyan rendezők, akik még ragaszkodnak az analóg nyersanyaghoz, Scorsese, Tarantino például,
Christopher Nolan. És kérdeztük a végén tőle, hogy ő hogyan látja, hogy nem vészel valami abból a plasztikusságból, abból a textúrából, ami csak a 35 mm-es filmre jellemző, vagy jellemző volt eddig? Kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy nem. Következő kérdés. Tehát egyértelmű volt a válasza, hogy ma már technikailag igazából az utómunkánál dől el az, hogy milyenre akarja formálni a filmkészítő. Szerintem ezek a rendezők, mint Nolan, akárra is nézzük, akik erre az analógra forgatnak, mi ők a legnagyobb rendezőink azért. Aki, tehát ha megkérdezel valakit az utcán, hogy ki jut eszedbe, Scorsese, Tarantino, Nolan körülbelül, és igen, érdekes, hogy ők forgatnak erre. Tehát, hogy valami, nem tudom, lehet, hogy csak egy rendezői kihívás rejlik ebben az egészben, nem tudom. Lehet, de azért biztosan, ez valamit csak jelez. Igen, igen. Ugyanakkor maga a film formanyelve, ugye erről még nem beszéltünk, hogy azok az eszközök, amiket tudatosan használnak a filmkészítők, tehát gondolok itt a képkivágásokra, a kameramozgásokra, a fényekre, ezeket, ha tudatosan használják, akkor az, hogy én úgy látom legalábbis, hogy az, hogy most ez digitálisra vagy analógra készül, az már szinte mindegy, de nyilván költséghatékonyabb is a digitális formátum, illetve gyorsabb is az utómunka. Mert onnantól kezdve, hogy megvan az adott nyersanyag, leforgatták az összes jelenetet, onnantól kezdve a következő fázis az, hogy a rendező, a vágó és rendszerint egyébként az operatőr is beülnek egy vágóstúdióba, és elkezdik vágni snitről snitre a filmet. Készítenek egy nyers vágást, és ekkor megkapják azt, hogy nagyjából az adott forgatókönyv szerint leforgott az anyag, és ebből készül mondjuk egy 2 órás film. Vagy mondjuk 3 vagy 4, attól függ, hogy éppen hogy sikerült. És amikor ezt aztán finomítgatják, akkor elkészül az a verzió, ami azután megy majd a fényelőkhöz, meg aztán az egyéb utómunka, tehát az audio részét elkezdik a szakemberek elkészíteni. És a fényelés az a végső fázis, amikor az adott filmnek a képi világát hangolják egészen olyanra, ami a rendezőnek a koncepciója. Mivel nagyon szűkös az időnk, én még arra gondoltam, hogy esetleg egy példát mutathatnál, egy rövid jelenetet, amit összegyűjtöttünk egy jó párra, de egyet kiemelni, ami szerinted egy rendkívül jó referencia az operatőri munka szempontjából. Nem beszéltünk még a nyitó jelenetről. Tehát, igen, hogy szerintetek mennyire fontos egy nyitó jelenet egy filmben? Hát kifejezetten az első dolog, amivel találkozunk, az első dolog, ami így meg tud ragadni. És nyilván hát onnan indul minden. Tehát a nyitó jelenet az el tudja dönteni azt, hogy te akarod-e nézni tovább a filmet, vagy nem. Így van. Illetve megteremt egy olyan hangulatot, ami alapján te már fejben már tovább gondolod az egész történetet, és ott azért nagyon meghatározó az, hogy abban az adott pillanatban, azokban a másodpercekben megragad-e az a film, be tud-e húzni, be tud-e szippantani, és várakozva várod a következő jelenet sort. És tudjátok, mi az érdekes, hogy a régi filmeknél nekem azt tűnt fel, hogy persze ott is van nyitó jelenet, ami lett ikonikus, de ott azért a készítők hajlamosak voltak arra, hogy a stáblistát berakták előre. Ami alapvetően nem azt fogja a nézőket megragadni mégsem. És ott mégis ezt bevállalták. Tehát, hogy igen. Már ott azért nem sokkal eldönthetik, hogy ez a film érdekelni fogja, vagy nem. És aztán jött úgymond a nyitó jelenet, amiről most beszélünk. Így van. Például a Tarantino filmjeinél is, igen, ugye, a stáblista ott van az elején. Hát vagy ezek a 60-as, vagy Piszkos 12, vagy nem tudom, tehát ezek a filmek mindenre épültek. Így van. Még manapság már inkább az a jellemző, ahogy én észreveszem, hogy in medias res, bele a közepébe, se cím, semmi, egyszerűen ott találjuk magunkat mondjuk egy adott jelenetben. Igen. És aztán majd később adagolják, hogy kik voltak a készítők, de ott sem mindent, az majd a végső stáblistán fog megjelenni. Na hát, hogyha a nyitó jelenetről van szó, akkor hagy hozzam itt példának az egyik kedvenc operatőrömet és egyik kedvenc filmemet. Ez egy Tarantino film, méghozzá a Kill Bill első rész. Az operatőre pedig Robert Richardson, 3-szoros Oscar-díjas operatőr, szeret együtt dolgozni Tarantinoval, nem véletlenül. És itt van már is.
Itt van a főhősnőnk. Mit is látunk. Ez speciál egy immédiás kezdés. Így van, így van. Egyrészt fekete-fehér. Ez is egy tudatos választás. Látjuk ugye, közeliben a főhős arcát, és látjuk, hogy valaki beszél hozzá, ugye jelen esetben ez Bill. I'd like to believe you're aware enough. És közben látjuk azt, hogy egy csizma lépked, szintén közeliben. Ez ő feszültségfokozásnál, ezek a lábak mutatják. Ilyenkor mit gondol a néző? Tehát, hogy éppen mondjuk haláltusáját vívja, ugye itt a menyasszony, nevezzük őt így, mert ekkor még ugye nem tudjuk a valódi nevét. This is me. És nem látjuk, hogy ki van a kéz mögött, tehát hogy ki a tulajdonos, csak látunk egy kezet. És aztán jön az a bizonyos pisztolylövés. Már a néző belehelyezkedik egy olyan sztoriba, aminek majd aztán az előtörténetét később meg fogjuk ismerni, de már megvan az alaphangulat. Szerintem is ez a legjobb felosztás, hogy van esetleg egy nagyon ütős nyitó jelenet, míg minden előtt esetleg a stúdiót lenyomják, és azt lejátsszák a jelenetet, és utána esetleg a stábot, mert szerintem a stáb is megérdemli legalább a főszereplők, meg a főbb dolgozók, hogy felsoroljuk akár a film elején is, miért kéne azt a legvégén. Meg ez egyébként szerintem azért is egy teljesen jó működő dolog, mert igen, ahogy ugye nézzük ezt a jelenetet, és akkor rögtön, hogy ez ki? Ki az a másik ember? Mi történik? Miért véres? Miért lövi le? Egy csomó kérdés, ilyenkor felmerül a nézőben. És utána, amikor ugye bejön a stáblista, akkor így szerintem az a pillanat, amikor igazán így meg lehet ragadni az embert, hogy az a pillanat, amikor mondjuk azt mondod, hogy de most miért stáblista jön? Hát folytassák már a filmet. És akkor ott már nyilvánvalóan tényleg érzed, hogy kíváncsi vagy, és szeretnéd nézni tovább a filmet, úgyhogy szerintem ez teljesen... Ez azt jelzi, hogy jó munkát végzett a csapat. Így van, így van. És akkor Tomi, lezárásképpen így egy mondatban, vagy egy-két mondatban, hogy foglalnád össze, hogy az operatőri munkának mi is a lényege valójában? Én úgy gondolom, hogy összességében azok a képi formanyelvek, amiket az alkotócsapat használ, hogyha azokat jól használják, tudatosan és jól használják, akkor együtt tudsz élni, lélegezni magukkal a karakterekkel. Ha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz azonosulni ezekkel, nem tudod belehelyezni magad egy adott történetbe. És hát nyilván az operatőri munka az annyiban egy felelősségtudatos munka is, hogy mi az, amit te láttatni szeretnél. Nyilván itt most szoros összefüggés van a rendező és az operatőr között, mert ugye a rendező határozza meg, hogy mi az, amit te ki szeretnél emelni az adott közegből, mi az, amit te szeretnél megmutatni, akkor is, ha mondjuk az nem látható a vásznon, csak esetleg valamiféle szimbolikán keresztül szeretné azt megmutatni, mert ugye ilyennel is találkozunk, vagy a kamera egész mást mutat, de mégis, amiről éppen beszélnek a szereplők, az már lelki szemeid előtt megjelent. Tehát vannak ilyen filmes fogások, és hogyha ezek működnek, és beszippant a sztori, a látvány, és egyáltalán működik a mozi, a nagybetűs mozinak a varázsa, akkor azt mondom, hogy ettől működik egy film. És ez egy nagyon összetett munka, ezt azért látni kell. Ez egy csapat munka, ez egy csapatjáték. Itt mindenki, hogyha tudja a dolgát, akkor fog működni egy film, szerintem. Hát igen, ez szerintem nagyon jól összefoglalja ezt az adást, és magának ennek az operatőri szakmának a lényegét. Rengeteg minden van, amiben még külön adást lehetne szánni. Hát ezért reméljük, hogy majd hát, ha egyszer még visszatérsz ide, így vendégként, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat is. Én köszönöm a meghívást. Veletek pedig két hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!